és a Dél-Kelet-Ázsiai Hagyományőrző Egyesület és a Pécsi Középút Harcművészeti Iskolája fog most következni. Jó napot kívánok! Világi Gergely vagyok, Dél-Kelet-Ázsiai Hagyományőrző Egyesületnek az elnöke. Hát, kaptunk egy felkérést, hogy képviseljük az egészséges életmódot itt a tudásközpontban, és két produkcióval készültünk az önök felébresztésére elsősorban, és a megörvendeztetésére. Az ébresztő egy oroszlán tánccal fog kezdődni. Az oroszlán tánc egy hagyományőrző, kínai eredetű ünnepi keretek között használatos jelmezbe bújtatott tánc. Az oroszlán egy kutyafejű oroszlán, melynek négy lába van, és ezt két ember képviseli. Ezt a jelmezt azért szokták használni, hogy a rossz szellemeket elűzze az oroszlán táncával. Ilyenkor meg szokták simogatni az orrát, amennyiben tudják a gyerekek vagy a felnőttek. Ez szerencsét szokott hozni, és ezzel szoktak minden rendezvényt kezdeni Kínában. Most már az is kezd divatos lenni, hogy Európában is nagy cégek nagy rendezvény megnyitásra felkérnek minket ezzel az oroszlán tánccal. Majd későbbiekben egy kung fu bemutatót fognak tartani a gyerekek, felnőttek, melyben fegyveres, pusztakezes formagyakorlatokat fognak látni, és a fél órának az utolsó blokkjában pedig az egészséges életmódhoz kapcsolódó csikungot, illetve tai chit mutatjuk be önöknek. Ugye az egészség a fő témája a bemutatónknak. Az egészséges életmódot mind a dinamikus mozgásokon és a lágy, lassú, belső meditatív mozgásokon keresztül is tudjuk képviselni, tudjuk támogatni. Ilyen lassú, belső meditációs módszer a csikung, illetve a tai chi, ahol is az ember elektromágneses rendszerén, tehát a meridián rendszerén keresztül a chi energiáját mozgatni lehet, tudat, légzés, illetve mozdulatok segítségével. Ezt fogjuk bemutatni. Egyébként ezzel az energiával gyógyítani is lehet nagyszerűen, akár egy érintés segítségével, de a rendszeres, kitartó gyakorlás a cél, mivel az olvasásnál is az a cél, hogy a könyvet elolvassuk, és nem az, hogy nézzük kívülről a szép borítóját, tehát a folyamat a lényeg, és ezt a folyamatot mutatnánk be rövidítve önöknek. Előre is köszönöm a figyelmet. Thank you.
Egy 1500 éves tradíciót láttak Kínából. Időszámításunk után 500-ban Buddhának egy tanítványa volt, akit Buddhi Dharmának hívtak. Elzarándokolt Kínába, hogy terjeszte a buddhizmust. A császári udvarban nem lelt hallgatófülekre, így elment meditálni a hegyekbe, és ott azon a hegyen, ahol ez a kungfu azóta is töretlenül a kolostor falain belül működik, tehát a Shaolin kolostorban, 9 évet meditált egy barlangban, melynek ideje alatt megalkotta azt a belső és külső meditációs rendszert, melynek a részeit most bemutatjuk. Az egyik volt a külső rendszer, ennek azért volt jelentősége, mert a naphosszat meditáló buddhista szerzeteseknek a testi funkciói olyan rosszak voltak, és annyira képtelenek voltak teljesíteni, éber állapotban maradni, hogy muszáj volt felpesdíteni bennük az életerőt, így a kungfu gyakorlatokkal a hétköznapi dolgok és a meditáció mellett nagyon nagy erőre tettek szert, sokkal jobban tudtak koncentrálni, figyelni. Persze meg is tudták magukat védeni, majd a továbbiakban a császár rendszeresen kérte a kolostor apátjait, hogy vegyenek részt harcokban, mivel egy Shaolin szerzeteset egy 10 katonát felért, de mivel a buddhizmus az egy békés vallás, gyakorlati vallás, ezért nagyon sokszor el akarták pusztítani a kolostort, mert nem engedelmeskedtek az ilyen jellegű felkéréseknek. És a belső tartalmakat a csível, illetve a szellemi dolgok használatával lehet fejleszteni. Ezt a harcművészeten és a légző gyakorlatokon keresztül nagyszerűen meg lehet valósítani. Ebből fognak látni egy rövid kivonatot. Az első az egy energia légzés, egy csikung gyakorlat, a második pedig egy tai chi forma gyakorlat, mely egy harci gyakorlat gyakorlatilag, beleötvözve, ágyazva az energia keringetés módszerét. Köszönöm.
varázspálcát nem hoztunk, de ilyenkor egészen elvarázsolódik az ember. Kizárvódik a külvilág, csak is a belső dolgokra tudunk figyelni egy idő után. Megszűnik az idő, ilyenkor szoktak unatkozni a külső emberek, akik nem tudnak ráhangolódni arra, mit csinálunk, mert ez egy lassú folyamat, és ez a sok impulzus, ami ér minket napközben, nem engedi, hogy így lelassuljunk. De ezek a módszerek arra vannak kitalálva, hogy bármilyen pillanatban képes legyen az ember tudatosan ráhangolódni a saját belső áramlására. Erre van egy jó magyar mondás, kihoztak a sodromból. Hát gyakorlatilag mi a sodrásban szeretnénk bennem maradni, és azért gyakoroljuk ezeket a módszereket, hogy azt a sodrást, azt az áramlást minden pillanatban legyünk képesek létrehozni, tudjunk figyelni, koncentrálni, és ne hagyja, senki ne hagyja személyesen, illetve én sem hagyom, hogy a külvilágnak a mindenféle impulzusa, ami sajnos nem túl jó irányba próbálja terelgetni az embert, nehogy a sodrunkból kivigyen. Ezért a harcművészet útja az egy olyan út, amelyet csak szorgalmas gyakorlással lehet járni, úgyhogy ugyanúgy, mint az olvasáshoz, mindenkinek kívánok sok szorgalmat, kitartást a mai napra. Köszönjük szépen a figyelmet!